ebben a videóban ilyen turistpapokat szeretnénk bemutatni. Valaki kérdezte, hogy milyen papot ajánlok. Hát erre fel elkezdtem vásárolni fűrészpapokat, hogy milyenek vannak. Lesz itt kettő darab Hecht márkájú. Ez egy ilyen röngbefogós. Ezek meg rendes ilyen x-lábas papok. Hát, illetve itt az egy, itt meg a másik most készül. Úgy gondoltam, hogy mutatom ezt. Ez egy Oregon, ez a piros színű. Ezt fog szerepelni a videóban mindegyik, most köszönöm van, és akkor átnézem, hogy mutatok belőle. Lehet, hogy semmit összerakom, és akkor mindjárt jövök, jó? Ez lesz a Oregon bak. Úgy árnyékoljak magamnak. Tehát itt a erre a hoztartóra rá van hengesztve egy fül, és az arra a lábra felcsatlakozik, ez nagyon merevvé teszi. Megmárkodhat eleve az, hogy ilyen kockazárt szervény, és arra vannak a fogazatok felhegyeztve. A Hecht 900-as az egy lemezből, lemez profilbak. Itt tudom mutatni. Tudja a márka. És akkor tudjátok megvenni. Nos, itt a három állítható. Hát ezt egy kicsit, ha meghúzom, akkor ezt ki lehet akasztani. Elmutatom. Hát ezt így ki lehet akasztani, és akkor ha ide féljel nyitom, akkor odafentre beakasztható. Jó, maradjunk itt. Szerintem, ha én vennék, én ezt a pirosat venném, bár még a feketét még nem próbáltam. Most egy pár fűrészre ki fogjuk próbálni. És itt lesz egy csodálatos új fűrész. De ezt később fogom megmutatni, mert beharangoztak. Ennek a szivatója itt oldalt egy ilyen kis pillangó tekerő. Érdekes. Ja igen, visszatekerem azt a kis valamit. Amúgy a kompresszoros. Próbáljuk ki. Ez lesz a Hecht 957-es.
És akkor ugye a kezelőszerve neki itt egy érintőkapcsoló pumpa. A légszűrő fedeletnek sem mutattam, majd megközelök. Ez a kereszt melegítő szerintem közel van a pához, aztán ha nem figyelek, akkor belevágok a lánchoz. Ez, hát na, ezt el kell fogadni. Ennél ugye ott nincs, mert lefelé mehetsz, tehát ilyen szempontból sokkal jobb. De látjátok, ez egy kézik. Ez semmi, hát minimális ott. De jó, van előnye meg hátránya mindegyik. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!